Itt áll mellettem Tomori Zsuzsi, a Győri Audietto KC átlövője, aki december vége óta tud újra a csapat rendelkezésére állni, hiszen egy sérülésből tért vissza. Zsuzsi, hogy érzed az elmúlt három mérkőzésen, mennyire sikerült visszalendülnöd a játékban, milyen formában érzed magad? Úgy gondolom, hogy jó úton haladok, most nagyon-nagyon jól érzem magam, mind fizikailag, mind mentálisan, úgyhogy tényleg csak arra kell figyelnem, hogy visszajöjjön a játék. Úgyhogy az egyik meccsen jobban megy, másik meccsen nem annyira, de nagyon-nagyon szeretném, hogy a Bukarest meccsre már legyenek egy 10-15 perceim, amivel tudok segíteni a csapatnak. Most viszont először a Békés Csaba mérkőzés. Én azt figyeltem, hogy először 2-3, aztán most a hétvégén 4 gólt lőttél. Egy 5-öst akkor most felírhatunk neked a Békés Csaba ellen? Igen, remélem, hogy lépésről lépésre halad. Tényleg nagyon jól érzem magam, úgyhogy ebbe bízom, hogy a játék azért hamarabb vissza szokott jönni, hogyha fizikailag rendben van az ember. Úgyhogy mindenképp ezen dolgozok, hogy minimum védekezésben maximumot tudjak nyújtani. Most egy nagyon sűrű időszakban vagytok, hiszen 2 héten belül 5 mérkőzést játszotok gyakorlatilag, ez mennyire megterhelő, és hát hosszú utazások is vannak benne, most például Békés Csabára. Igen, azt beszéltük, hogy ez a 2 hét azért elég hosszú lesz, ugye a Bukaresttel fejezzük be, ami számunkra azért nagyon fontos, ha ott idegenbe tudnánk nyerni, akkor úgy gondolom, hogy nagyon nagy lépést tennénk a csoportba. De hát erre vártunk, úgyhogy a többiek visszajöttek, ez alatt a 2-3 hét alatt azért ők is ki tudták magukat pihenni, fizikailag újra össze tudták szedni magukat, annyi, hogy újra egy kicsit nekünk is a játékot csapatilag össze kell rakni, de úgy gondolom, hogy ez január végére sikerülni fog.